A kuláküldözés áldozatainak emléknapján adták át az országos múltfeltáró pályázat díjait Nagykőrösön. A város polgármesterének ötlete alapján hirdették meg a pályázatot, amelyre az ország számos pontjáról neveztek diákok, összesen 36-an. Az emléknapon részt vett dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke is, aki úgy fogalmazott: tisztelet és köszönet Nagykőrösnek, amiért az országos pályázattal is segítik, hogy ne merüljön feledésbe az 50-es évek Magyarországának aljas tettei. A házelnök felidézte, hogyan tették tönkre a kommunisták a magyar vidéket, hogyan bélyegezték meg és lehetetlenítettek el több százezer családot. Első utam édesapjám sírjához vezetett a temetőbe. Ott elmondtam neki, hogy az én életemben sem lettek a kommunisták jobbak, mint akkor voltak. Hazudni, bebörtönözni és gyilkolni tudnak. A kuláküldözések több százezer áldozatának egyike, Vörös István ezekkel a szavakkal emlékezett 1956. október 23-a után történt szabadulására. Édesapját 1919-ben a Tanácsköztársaság idején az utcán verték agyon a vörös csillagosok. Ő maga 1950-től munka- és internáló táborokba került, majd 1958-ban ismét bebörtönözték. Egy magyar apa és fia sorsa ez a 20. századból. Egy olyan korból, amelyben egy mindig számbeli kisebbségben lévő politikai erő igyekezett mindig többségének nevezni magát. Mindig külföldi tulajdonra támaszkodva, mindig hazárulás és nemzetárulás révén, mindig a dolgozó ember és a nép ügyét az ászlájára tűzve követett el emberellenes és népellenes bűnöket. Negyed századdal a magyarországi kommunizmus bukása után sok mindent tudunk erről a rendszerről, de még mindig nem eleget. Az emlékezés nem csak a múltbéli áldozatoknak nyújtott elégtétel, gyakran már csak az egyetlen lehetséges elégtétel, hanem a jövő magyar nemzedéke iránti felelősségünkből következő kötelességünk is, mert szeretnénk felvértezni gyermekeinket és unokáinkat azzal a tudással és képességgel, amelyel idejekorán felismerhettek bármiféle 21. századi kisebbségi önkényuralmi törekvést vagy kísérletet, és velük szemben meg tudják védeni önmagukat, közösségeiket, a magyar nemzetet és a magyar államot. Mert kétségünk ne legyen felőle, tisztelt hölgyeim és uraim, lehet, hogy a történelem nem ismétli önmagát, de a változó díszletek között, változó nevek és ideológiák alatt a lényegét megőrző, a népre hivatkozó, de a népakaratot mellőző önkényuralom mindig készen áll a visszatérésre. A magyarországi kuláküldözés olyan nemzetellenes merénylet volt, amely ideológiájában és módszereiben, mint csebben a tenger, magában hordozta a kommunista hatalom gyakorlás lényegét. Külföldi utasítások alapján idegen érdekek szerint való cselekvés, hazai társadalmi csoportok egymás ellen uszítása, az áldozatok vétkesítése és megbélyegzése, félelemkeltés és fizikai erőszak. Mindenek célja a magyarság, a teljes magyar társadalom megfélemlítése, a nyugati hatalmak által a szovjet érdekszférába dobott Magyarországon politikai kisebbségben lévő kommunisták hatalmának megszilárdítása a magyar többség fölött. 1948 nyarán Sztálin levelet írt Rákosinak, amelyben utasítást adott arra, hogy Magyarországon a falvakban is úgymond fel kell építeni a szocializmust. Rákosin egy ugyanazon év augusztus 20-án kecskeméti beszédében meghirdette a kollektivizálást és mindennek elsöprését, ami ennek útjában állott. A magyarországi kommunisták szovjet mintára nevet adtak az elsöprendő ellenségnek, kuláknak, azaz kizsákmányolónak nevezték el őket, éppen azok, akik arra készültek, hogy kirabolják és tönkretegyék a magyar gazdagvilágot. 1948. november 27-én a magyarországi kommunista vezetők megállapították, hogy idézem, a szocializmus építésének módjában és formájában minden nép adhat a magáéból újat és sajátosat, de az alapban, a lényegben, a döntő kérdésekben nincs külön nemzeti út. A kulákokat úgy tudjuk elintézni, ha elveszük a földjét, házát, gépét, és hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudjuk, talán külön kulákfalvakat csinálunk, mint a Szovjetunióban, de azt látni kell, hogy ebből a kutyából nem lesz szalonna. Az idézet idáig. A magyarországi kuláküldözés célpontja az önellátásra és önfenntartásra képes, nemzetileg tudatos és elkötelezett, a termőföldjét szakszerűen megművelő magyar gazda volt, akinek ellehetetlenítésével a társadalmi és nemzeti önállóság minden lehetőségét csirájában akarták elfoglalni.
Sztálin szerint a parasztságot nehéz egy tömegben legyőzni, ezért elemeire kell bontani. A kommunista bomlasztás és uszítás szerint a szegény parasztságot kezdetben szövetségesként kell kezelni, a középparasztot meg kell tűrni, a legszorgalmasabb, leginkább képzett, tehetősebb parasztokat pedig kulákként, ellenségként kell kezelni. A kulákság felszámolása után hasonlóan felszámolandó a középparasztság, a megfélemlített szegény parasztokkal így már mindent, például a földtől való megfosztásokat is el lehet fogadtatni. Támaszkodj a szegény parasztra, szövetkezz a középparaszttal és harcolj a kulák ellen. Ezen kommunista jelszóval vette kezdetét a magyar gazdák elleni merénylet. 1950-51-ben a földdel rendelkező kizsákmányolók, idézőjelben, azaz a 25 kataszteri holdnál több földdel rendelkező kulákok mellett már kiterjesztették a leszámolást másokra is, listázták a gépekkel rendelkező ipari kulákokat, kereskedő kulákokat és a politikai kulákokat is, akik többek között a papok, tanítók és egyetemi tanárok soraiból kerültek ki. A nép nevében a nép kizsákmányolása megszüntetésének jelszavával így kezdődött meg a teljes magyar társadalom megfélemlítése mellett a magyar vidék, a gazdavilág kommunisták általi tudatos kifosztása. 1952-ben az 1,2 millió parasztcsaládból 800 ezernek nem maradt sem vetésre, sem fogyasztásra való gabonája. Ekkor következett az áldozatok vétkesítésének szakasza, az úgynevezett padlás lesöpések időszaka, amikor több mint 400 ezer magyar gazdát ítéltek el kohort vádak alapján, közellátási bűncselekmények miatt, több mint 70 ezer magyar családot kulák családnak bélyegeztek, megaláztak, kifosztottak és nem ritkán halálba hajszoltak. A magukat antifasisztáknak valló kommunisták nem sárga csillaggal, hanem a K betű kötelező feltüntetésével jelölték meg a kulák családokat, illetve a kulák származást, állami igazgatásilag a kollektív bűnösség bélyegét égetve, több nemzedéknyi magyarra, nagyapára, apára és fiúra. 1952. júliusában Gerő Ernő ugrásként, minőségi változásként hirdette meg a magyar kulákság teljes megsemmisítésének politikáját. Gerő elégedetlen volt az addigi rombolás mértékével és ütemével, ezért félresöpörve minden közélelmezési szempontot elérte, hogy a kulákoknak fizikailag teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezettségeket írjanak elő, a beszolgáltatások hiányában pedig elkobozzák mindenüket, és azonnali hatállyal megfosszák őket a megművelt földjeikről is. 1953-ra már az állami gazdaságokban történő munkavégzéstől is eltiltották a kulákokat, akiket csak az útépítéseknél és építkezéseknél lehetett alkalmi munkásként foglalkoztatni. 1950-53 között Magyarországon 600 ezer termelő hagyta el a mezőgazdaságot, 600 ezer kis és közepes mezőgazdasági vállalkozás, paraszti birtok szűnt meg, 71 ezer magyar család életét töltötte el éva. A magyar gazdáknak a földművelés nem pusztán megélhetés biztosító foglalkozás volt, hanem az éltető elem. A kommunisták 1953-ra ezt a lételemet roncsolták szét tudatosan, ezt nevezte a baloldali szocialista politika évtizedekig túlkapásnak. 1956. október 23-án a tudatos társadalmi bomlasztás és uszítás rendszere egyetlen nap alatt összeomlott. Kegyelmi időszak volt ez, a magyarságból lüktető szabadságvágy olyan nemzeti és társadalmi szolidaritást eredményezett, amelytől a kommunista hatalomgyakorlók, mind minden többséggel szembeni kisebbségi önként gyakorlói mindig is rettegtek. A többségi magyar népakarat ellenében a politikai hatalmat gyakorló kommunista kisebbség megbukott, és hatalmát csak nyílt erőszak útján a magyarok szabadságharcának idegen hatalom tankjai általi vérbefolytásával tudta helyreállítani. A rendszerváltoztatás követő posztkommunista időszak 2010-ben történt lezárását követően az országgyűlés 2012-ben úgy döntött, hogy Péter és Pál napját, azaz június 29-ét a kulák üldözések áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Régóta esedékes erkölcsi adósságát törlesztette ezzel az emléknappal a magyar állam. Az egykor ezer üldözött kulák városa, nagykörös önkormányzata is tisztelettel törleszt közös adósságainkból. 2013-ban emlékművet állított a kommunizmus idején üldözött magyar gazdáknak, 2014-ben a keserves kulák sorsról szóló film ősbemutatójának adott otthont, 2015-ben pedig meghirdette azt az országos pályázatot, amelynek díjátadójára most kerül sor. A pályázatra benyújtott pályaművek
a kuláküldözés történelmi eseményei mögött felsejlő emberi sorsokat vizsgálják, amelyek, mint a kötésen átütő vér, jelzik a sebek mélységét. Köszönöm a pályaműveket begyújtó fiataloknak az érdeklődésüket és munkájukat. Kívánom, hogy a történelmünk ez szomorú, de fontos, és még kellően fel nem tárt időszaka és problémája vizsgálatában megszerzett tudás szolgáljon tanulsággal, és adjon erőt nekik és mindazoknak, akik a 21. században hisznek egy szabad és demokratikus, azaz a magyar nép akaratán nyugvó, saját sorsáról rendelkezni képes, az emberi szabadságot és méltóságot mindig biztosító Magyarországon. Köszönöm mindenkinek, akik éltetik az emlékezetet, kívánom, hogy ez az emlékezet nyújtson elégtételt a múltnak, és figyelmeztetés a jövőnek. Hiába hisszük magunkat szabadnak, ha a múltunkat továbbra is fogva tartják a múltunk elszenvedett bűnei, ezt már Nagykörös polgármestere mondta beszédében. Az országos múltfeltáró pályázatot Cira Szabolcs ötlete alapján a Nagykörös önkormányzat írta ki. Félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljas kor aljas titkai című pályázat azért került meghirdetésre, hogy feltáruljon az igazság, és a fiatalok a jövő generációk számára ne csak a jelen és a jövő, de a múlt is szabaddá váljon. Az elmúlt hónapok során megtapasztalhattuk, hogy nem csak Nagykőrösön, de az ország számos pontján gondolják ezt így. Köszönöm azt az energiát, mely felénk áradt ezen időszakban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor 2012-ben a Jóisten megadta nekem, hogy országgyűlési képviselőként szavazatommal támogathattam, hogy minden évben június 29-e kuláküldözések idején tönkretett magyar vidék, magyar gazdák emléknapja legyen, azt éreztem, hogy egy régi nagy adósság törlesztéséért tett nagy lépést a nemzet. Nagykörösön 2013-ban emlékművet állítottunk. Szabó György Munkácsi Díjas szobrászművész alkotását a Hősök terénál, s emlékeztet mindnyájunkat, hogy elindultunk, de még hosszú út vár ránk. 2014-ben Nagykőrösön volt az ősbemutatója Kabai Barna, és Petényi Katalin Kulák volt az apám című dokumentum filmjének, melyben többek között nagykőrösi megszólalók is felidézik, milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvedniük a kuláknak, bélyegzett embereknek, családoknak. Már ezen film készítésekor is szembetűnő volt, hogy nincs könnyű dolga azoknak, akik ezen korszak kortanúit keresik. Sokan már nincsenek velünk, de olyanok is vannak, akik még ma is jobbnak látják, ha nem beszélnek az egykor történtekről. A 24. órában vagyunk tehát, és úgy éreztük, hogy nem várhatunk. Nagykőrös város önkormányzata 2015-ben meghirdette a félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljas kor aljas titkai című múltfeltáró pályázatot. Hogy mekkora szükség volt erre a pályázatra, azzal elég hamar szembesültünk. Történt ugyanis, hogy a történelem területén meglehetősen jártas ember a felhívás előkészítése során azt kérdezte, nem kellene árnyalni egy kicsit a címet? Minek kapcsán adódott a kérdés, van esetleg benne bármi, ami nem állja meg a helyét, ami nem igaz? Nem magyarázták évtizedeken át félre a kuláküldözést, vagy éppen a TSS-ítést? Nem töpték az iskolákban hazugságokkal a felnövekvő gyermekek fejét? Nem félemlítették meg, nem hallgattatták el a megaláztatásokat szenvedőket úgy, hogy sokan ma sem mernek beszélni? Nem kellett volna a rendszerváltás óta nagyobb erőket megmozgósítani, hogy feltáruljon az igazság arról az aljas korszakról, melynek még ma is meg annyi aljas titka van? Elvégre az igazságot szeretnénk feltárni. Márpedig az úgy nem megy, hogy lázasan keressük az igazságot, de ha valami kicsit keserű, akkor azt bekenjük mézzel, majd megnyugtatjuk magunkat, hogy azért tettünk valamit. Nem csak magunk miatt nem tehetjük ezt meg, hanem azok miatt sem, akikre a mai nap is emlékeztet minket. Az imént már említett nagykörösi emlékművön van egy mondat. Erőnk erejükből fakad.
eleinknek, őseinknek tartozunk, az üldözötteknek, a megkínzottaknak, hogy megmutatjuk az igazságot, és nem csak nekik, de tartozunk ezzel az utánunk jövőknek is, hiszen mi még ma megtehetjük, hogy papírra jegyezzük a hiteles történeteket. Saul Bellow, Nobel-díjas regényíró mondja: az ember annyi igazságra tehet szert, amennyit van bátorsága megközelíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, minden egyes beérkezett pályázat a bátorság egy-egy őrtüze, melyet sikerült fellombantani, s bízunk benne, hogy lesznek a jövőben is, akik táplálják ezen tüzeket, vagy éppen ezek láttán újakat gyújtanak. A fények pedig előbb-utóbb, ha a bátorsághoz kitartás is társul, át fogják szakítani a ránk erőltetett sötétséget, akkor is, ha tudjuk, ma is vannak olyanok, akik ezeket a tüzeket nem táplálni, nem gyújtani, hanem oltani igyekszenek. Bagatelizálás, összemosás, hazugságok, ezek az ő módszerei, melyek sokszor jobban is eladhatóak, mint az igazság. A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is szükségszerűen véges, vele szemben az igazság csak ideiglenesen beszédhet, sorsa viszont szükségszerűen dolkollik a végtelenben. Írta Pilinszky János: a mi feladatunk, hogy türelemmel és kitartással őrizzük a tüzet, és tegyünk azért, hogy időről időre újak is gyújjanak. Hiszem, hogy városunk nagykörös pályázati kiírása jelentős lépés volt azért, hogy az igazságra ráirányítsuk a figyelmet. Nagy örömmel láttuk, hogy sokan támogatnak is minket ezen lépésben. Hálás köszönetet mondok dr. Kövér László házelnök úrnak, aki megkeresésünkre rögtön igent mondva felvállalta a pályázat fővédnöki feladatait és támogatta a pályázat sikerét. Köszönöm mindazoknak, akik írásban, telefonon, személyesen vagy éppen levélben tudatták velünk jó kívánságaikat, ajánlották fel támogatásukat az ország legkülönbözőbb szegleteiből. Külön köszönetet mondok professzor dr. Szakály Sándor főigazgató úrnak és dr. Kiss Dávid tudományos munkatársnak, aki a Veritas Történetkutató Intézet kötelékének szakmai tudását rendelték hozzá a pályázat sikeréhez, és az érdeklődő diákokat konzultációs napok megtartásával is segítették. Tisztelt diákok! Megrendüléssel olvastam pályázataikat. Köszönöm önöknek, hogy idejüket nem kivélve áldoztak azért, hogy a múlt eme homályos korát minél inkább megismerhessük. Pályázatik nyomán szembesültem azzal, többen a pályázatnak köszönhetően elmélyedtek a korszak történéseiben, és hálásak azért, hogy az interjú készítése során megismerhették, milyen is volt a megbélyegzés, a kollektivizálás korának valósága. Számomra ez azt üzeni, hogy sikerült elvetnünk az érdeklődés magját, így itt a pályázat eredményhirdetésén azt kérem önöktől, hogy a kisarjat hajtásokat táplálják, gondozzák, tegyenek azért, hogy a kismagból minél erősebb fa növekedhessen. Bízom benne, hogy lesznek önök között olyanok, akik a jövőben tovább folytatják a most megkezdett munkát, és további interjúkat is készítenek. Ahogy abban is bízom, hogy más területeken is vállalnak hasonló missziót, mint amit ez a pályázat is hordozott, mert hiszem, hogy az értékeink megismerése, esetlegesen még ismeretlen igazságok feltárása érdekében tett erőfeszítések nélkül sokkal gyengébb egész nemzetünk. Márpedig ezek megismeréséhez szükség van az olyan fiatalokra, mint önök. Éppen ezért vallom azt, hogy akik a pályamunkáikat benyújtották ezen pályázatra, azok nem riválisai voltak egymásnak, hanem társai. Társak, ha ismeretlenül is, akik közös célért dolgoztak. Tisztelt emlékezők! Hiszem, hogy sokszor nem volt könnyű beszélni mindazokról a szörnyűségekről, melyeket a dolgozatokban olvashattunk. Megnyitni az ajtókat, melyek évtizedekig zárva voltak, s rejtették a titkokat.
Azt hiszem, hogy ezt most a pályázat kapcsán megtették, nem lehet kellőképpen megköszönni, nem lehetünk elég hálásak érte. Csak remélni tudom, hogy ugyanakkor ezáltal, hogy elmondták a történéseket, ha csak keveset is, de sikerült letenni az önök által hordott teherről. Tisztelt szülők, tisztelt segítő pedagógusok! Önöknek is köszönöm, hogy támogatták, segítették a diákokat, és ennek köszönhetően ennyi értékes pályázat érkezett be Nagykőrösre. Külön öröm számomra, hogy vannak az országban olyan pedagógusok, akik fontosnak tartják, hogy megismerjék a diákok a múlt eddig feltáratlan igazságait, és fontosnak tartják, hogy a történelem oktatás a valóság tanításáról szóljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma itt ezen a díjátadón meg kell állnunk, és az eddig elért eredményeket kell számba vennünk. Ma köszöntjük azokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és emlékezünk azokra, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy az értékteremtés volt az életük. Értettek ahhoz, amit csináltak, és azért, hogy családjaiknak tisztes megélhetést, és más családoknak munkát tudjanak biztosítani, többlet terheket vállaltak. Hiszen ők is helyeselnék, hogy értékteremtéssel emlékezzünk rájuk, olyan dologgal, amiben a befektetett munka magán túlmutat, és hozzájárul városunk, a vidék, hazánk és nemzetünk gyarapodásához. Hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük a betegség minden tünetét, mely nekik az életüket követelte, és minél teljesebb diagnózis ismeretében elérkezzünk oda, hogy hozzákezdhetünk a magyar társadalomban még ma is lappangó kor kezeléséhez. Tehát ma emlékezünk az áldozatokra, és köszöntjük azokat, akik tettek azért, hogy az igazság megismeréséhez elérhessük ezt a mérföldkövet, de holnap újra indulnunk kell, menni tovább, járni az utat, melyre értékrendünk terel minket. Ennek jegyében Nagykőrös városa minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy kormányzati támogatással megújulhasson a Nagykőrösi Arany János Muzeális Gyűjtemény épülete és kiállításai, ezen folyamat részeként pedig a korszakot, az intézmény falai között bemutató kiállítás szülessen. Bízom benne, hamarosan ennek megnyitóján köszönthetem Önöket. Addig is Isten áldása kísérjen minden megjelentet, családjukat, és adja meg nekünk az Úr, hogy tisztán lássuk az igazságot. A pályázatra 36 pályamunka érkezett Hódmezővásárhelytől Pécsen át Kecskemétig, az ország számos pontjáról neveztek diákok. Valamennyi pályázót díjaztak, jó néhányan külön díjat is kaptak. A díjazottak között volt Motyovszki Sára és Bugyi Anetta, Ceglédi Kossuth Lajos gimnázium diákjai, és több nagykőrösi tanulót is színpadra szólítottak. Lázár Levente, Boros Tímea, Molnár Fanni és Berényi Petra, a nagykőrösi Arany János református gimnázium tanuló is ajándékot vehettek át. A legszebb és legnagyobb díjat is nagykőrösi diák, Lovas Beáta nyerte.